Egyre több feladata van a Matrix Alapítványnak. Évente 10 000-nél is több rászoruló családot, nélkülöző idősembert, segítő közösséget támogat a szervezet. Munkájukat önkéntes segítséggel tudják csak ellátni. Gabriella egy napja csatlakozott a csapathoz. Mesekönyveket válogatnak kórházban fekvő beteg gyerekeknek. Szerinte az önkéntességet mindenkinek ki kellene próbálnia. Addig, mint nem csinált az ember, addig nem is érzi. Évente mintegy 40 önkéntest foglalkoztat az alapítvány, de ennek csak töredéke jár rendszeresen segíteni, pedig feladat van bőven, főleg a nemrég új helyszínen nyílt centerkében. Itt a ruha válogatás, a támogatottakkal való kapcsolat, felvétel, kapcsolattartás az egyik feladat, valamint itt a centerke adományozó központban van egy olyan rész, ahol kialakítottunk mesefelolvasásra egy kis kuckot, és ide várjuk azokat az önkénteseket, akik szeretnek verset mondani, mesét mondani, és akkor egy kicsit fel szeretnénk frissíteni ezzel a Mesedoktor kórház támogató programunkat. A program keretében akár személyesen is be lehet menni a kórházakba felolvasni, de most arra is van lehetőség, hogy kamerával felveszik, internetre felteszik, ott pedig bárki meghallgathatja a meséket vagy verseket. Itt a farsang, áll a bál, sok kisgyerek szaladgál, egyik cica, másik medve, mindenkinek jó a kedve. Katalin gyermekkora óta szereti az irodalmat és a zenét, örömmel jelentkezett az alapítvány felhívására. Gyerekeknek csodát, a mesék, a versek szépségét a betegség mellett és a betegség alatt pici gyógyszerként oda tudjam adni. Legközelebb csütörtökön lesz az alapítványnak nagyobb akciója, ahol az önkéntesekre is nagy szükség lesz. 280 családnak osztanak csokoládé és almacsomagokat a Dugonics téren.